Sziasztok, üdvözletem mindennapostakról, most érkeztem meg egy neoprán busszal, amit az előbb láthattatok elmenni, és akkor folytatjuk a vonalbejárást, itt a 151-esen, haladunk a postaktól, Kunszent Miklós Lass felé. Remélhetőleg ma ezt a 20 km-t sikerül is egybe letudni, de hát tartsatok velünk, aztán majd kiderülnek gyűjtök. Mert ha van valami érdekesség, akkor azt majd megmutatom nektek még itt útközben is. Egyébként itt van a vasútállomás, ott szembe. És egyébként a busz megálló, ugyanilyen volt ott a másik oldalt is, ahol leszálltam, a postag vasútállomás néven. És hát múltkor azt láttátok, ezt az állomásra bemutattam, megnéztem belülről is. Úgyhogy akkor innen fogunk tovább menni majd. Dunaverses, Halszárkmárton. És majd Csaboly megállóhegyig is remélhetőleg el fogok jutni, ahol az Indula bakterházat forgatták. Hát ilyen már az épületek nincsenek meg, de magát a megállóhelyet azért be tudom majd mutatni nektek. És hát egyébként ez a 513-as, vagy az 51-es főút. És akkor most a másik irányból, de érkezünk ide az állomáshoz. Szerintem jobb állapotban azóta se lett. És szerintem ugyanúgy lakatlan. De hát most nem fogok bemenni. Azt már megtettem a múltkor. Még onnan azon a lukon is kinéztem. Úgyhogy akkor egyenlőre ennyi. Mindjárt kiérünk a vágányokhoz. És talán ezt nem mutattam meg a múltkor. Ez a lakodó. És akkor itt van előtte az első vágány, amit a lakodásra használtak. És ott azokon a póznákon volt szerintem a térvilágítás. Hát itt már biztos nagyon régóta nem rakottak semmit. Egyébként maga a vonal az még üzemelő. Soltig van rajta teherforgalom, így időnként. Tehát itt még az is elképzelhető, hogy vonattal fog találkozni. Bár az esélye nagyon kicsi, mert úgy tudom, hogy tényleg csak szorványos teherforgalom van, viszont Soltig járható, és használják is. De hát nézzetek meg a sinkoronát, az is látszik itt az átmenő vágányon, hogy nem teljesen rozsdás. Majd, hogyha egyszer felkerül az a videó, amit két nappal ezelőtt csináltam, a 13-as vonalon, Környe meg Veszprém Varsány között, na majd ott látjátok, és ezt nézzétek csak. Ez valószínűleg a fénysorompónak lesz a behatási pontja. A túloldalt van egy fénysorompó. Hát... vagy tengelyszámláló, ezt nem tudom pontosan, hogy is oda, de... szerintem az a fénysorompóhoz tartozik, és egyébként majd... ha odaérek, akkor meg is fogom mutatni. De van egy fénysorompót ellenőrző. Szóval az előbb hülyeséget mondtam, és szerintem ki is fogom vágni. De ezt nézd, de közben akkor megmutatom nektek ezt a váltót. Helyszíni állítású, ugyanis szolgálat. És ugye, úgy látom, hogy kiszögelve sincs. De, ki van szögelve. Igen, ez sima helyszíni állítású váltó. Váltó kulcsal. Ja, ott van benne, ja, nem is benne a kulcs, azt hittem egy pillanat, de van zárva. Hát igen, az állomáson megszűnt a szolgálat, úgyhogy esetleg a vonat személyzetre állíthat itt váltót, hogyha szükség, de hát valószínűleg nincs már rá szükség egyébként. Úgy tudom, hogy egyik állomáson sincs már szolgálat a vonal mentén. És ugye itt nézzétek, hogy itt van egy védőcsonka is itt a lakodóvágányon. És amit ott láttak elő, mutatom, ott a 192-es szelvényben lévő útátjárót. Ez egy ilyen visszajelző a fénysorompóról a mozdonyvezetőnek. Bár most ezért szokatlanul közel van az átjáróhoz, de ez arra szolgál, hogy egyszerűen a két villogót, piros fényt azt visszajelzi. Tehát, hogyha itt mind a kettő LED villog, akkor azt jelenti, hogy az átjáró az le van zárva, átváltott a fénysorompó, tilosat jelez a közút felé, semmi probléma, lehet menni. Itt van közben még egy váltó, ugye látjátok, egyenes állásban van. Szintén helyszíni állítású. Ja, és akkor majd mondom tovább, hogyha viszont csak az egyik, mert ezáltal felváltva villog az a két, mint a fénysorompónál, csak azért fehéren nem a vonal személyzetnek jelez, vagy a mozdonyvezetőnek, és hogyha csak az egyik villog, akkor az azt jelenti, hogy a átjáró le van zárva, az átjáró megtörtént a
lezárás, csak valami hiba van. Például valamelyik fénysorompónál kiégett az egyik izzó, ugye a villogópirosaknál, vagy valami egyéb probléma. Szintén még lehet menni tovább, de jelenteni kell a következő szolgálati helyen, hogy az átjárót nézzék meg, mert valami probléma van. Ha nem világít egyáltalán, vagy nem villog semmi, akkor viszont valószínűleg nem zárt le az átjáró, vagy nem működik a fénysorompó, tehát vagy fehérem, villogó fehér maradt, aminek még az esély nagyon kicsi, de előfordulhat, vagy nem működik, tehát semmit nem jelez. És ilyenkor a mozdonyvezetőnek le kell lassítani az átjárói 15-re, és csak fokozott óvatossággal mehet át. Igazából ennyit jelent, és látjátok, itt van a fénysorompós átjáró. Főként itt jelez még egyet a 100 km-es szelvényben, van egy hagyományos gyalogos átjáró. És látjátok, minden két oldalt van fénysorompó. Itt van neki a szekrénye, tehát ez az automata. OSS. Lehet régebben az állomásról kezelték, most már nem. Itt van a szokásos pályatelefon, a mézga csatlakozónak a helye. És még az is érdekes, hogy ezek a fénysorompók, mintha vattagújak lennének, tehát ezek cserélték. Meg maga azért a kiszámlálója is. Ha jól látom, akkor ez tengelyszámlálós. És ezt nem rég tették ide, tehát nem, hogy ezért van. Van ezen a vonalon még forgalom, és valószínűleg azért, mert ez egy forgalmas út. Kicserélték az átjárót és erre a gumi elemesre. Ez vasút szempontjából azért jó, mert ezeket ki lehet szedni. Tehát pályakarban karbantartásnál ezeket ki lehet szedni, hogyha végeztek vele, vissza lehet tenni, és nem kell az aszfaltot felverni. És könnyebben lehet a pályahibákat javítani. És hát látjátok, itt van a másik része. Szintén, hogyha túloldalról kell zárni, akkor itt van a másik számláló. Pont ez az úgy történt, hogy tengelyszámlálós, hogy a tengelyeket számolja, hogy hány tengely ment el előtte. És hogyha nulla, hogyha annyi tengely ment ki, mint amennyibe az átjáróba, akkor vár csak át. Hát ez annyival biztosabb, hogyha még szétszakad a vonat menet közben, és az átjáró marad, vagy nem ér át a behatási meg a kiszámlálási pont között, akkor nem vált át, és előbb-utóbb így akkor átmegy zavarba, és akkor a hibáló tudomást is szereznek. De minden nyílt van, és oda, akkor vissza van jelentve valahova. És akkor haladjunk tovább. Itt ugye egy enyhe jobbos ívvel fordul szerintem Szalszentmáton fele. Ugye nem Szalszentmáton előtt, még van egy állomás, Dunalecse talán. Tehát majd meglátjuk, hát megyünk, és 192-es szelvényt hagytuk el, tehát mondhatni úgy körülbelül 19 km-re van Kunszentmiklóstas. Onnan kezdték el szelvényezni. És ahogy látjátok, nem is jöttünk sokat, de a 186-os szelvényben lesz még egy átjáró, de ez egyszerű, tehát az a biztosítás nélküli. És ugye mennyivel másabb az, hogy ezen a vonalomban még forgalom, elforgalom, és számolnak is vele, mert most már megint pont ezért visszautalok a 13-asra, amit nézem, hogy azon nagyon látszott, hogy azt totálisan elhanyagolták, és amint bezárták a vonalat, gyakorlatilag el is lehetetlenítették még azon pillanatában. Ez a bejárati jelzők, meg egyéb jelzők fénysorompók leszerelésével, tehát gyakorlatilag ez csak arra volt jó, hogy biztosan ne lehessen már olyan egyszerűen újraindítani a vonalat, és itt viszont látjátok, a fénysorompók is megmaradtak, meg minden a jelzők is, amik annak, és hát itt van is forgalom, tehát itt tényleg működhet az, hogy akkor akár már holnap azt mondják, hogy akkor menjen újra a BZ errefele. És igazából ez különösebb válfordítás nélkül meg lehet tenni. Mert maga a fejezet a pálya, és eddig ugye járható, tehát karban van tartva. Az más kérdés, milyen sebességgel. Egyébként a felépítmény, látjátok, betonaljas, és 48-as sinek vannak itt is. Diós Győri egyébként, tehát már láttam, csak nem mutattam videóba, de láttam már feliratot rajta, hogy Diós Győri és 48, de itt van egy. Megint. Hát ez igen, Diós Győr, 1957-es sín és 48-as. Remélem látjátok. És akkor itt azt is látjátok, hogy itt egy hosszabb egyenes szakasz következik. És hát talán annyira nem hosszú, mert amikor relatív, mert a 13-as vonalon, amint tegnap előtt mentem,
Hát volt, amikor ilyen több kilométer hosszan, csak egyenes, és ugyanilyen nyílt terepen, tehát ott aztán tényleg úgy érezte az ember, hogy nem halad. Hogy meg az már az, hogy teljesen a végén volt, és már nagyon fáradt is voltam. Alig bírtam már menni is. Egy kis izomlázam még most is van, de remélhetőleg ezt a 20 kilométert az én még le tudom nyomni. És ráadásul arrafele tényleg az volt, hogy miután már elhagytad a nagyobb adókat, meg igazából nem is nagyon volt ott a környéken semmi más, de hát ott már tényleg az volt, hogy ha elindultál, akkor már menni kellett, mert visszafordulni még több lett volna. Itt azért szerencsére megvan az, hogyha nagyon nem bírom, akkor Szalacsát Mártonba is buszra tudok szállni, és azzal tudok tovább menni. Meg szerintem még utána is van, még egy lehetőség van rá valahol, ahol a közel van a közút, és van busz megálló a környéken. De hát én úgy tervezem, hogy ezt végig fogom sétálni. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e vagy sem. Ja, és közben itt vagyunk az útátjárónál, ez egy hagyományos. Egyszerű még, ráadásul maskot meg vagyok, földutas. És igen, itt biztos, hogy ez nem volt soha biztosított, nem az van, hogy leszerelték a fénysorompót, ez egyértelmű, látszik a nyomokból. És gyakorlatilag ennyi, ez csak egy földút. Valószínűleg nem is nagyon használt járó. Legalábbis nem az a hú, de nagy forgalom lehet rajta, mert tényleg csak a földekre lehet itt kimenni. És viszont az meg az autópálya, azt szerintem az M6-os autópálya lesz, ami alatt így most át fogunk menni. És ott viszont van még egy fénysodompót ellenőrző jelző. Már az szerintem az még mindig az, még az előző fénysodompó, ami így hátul van, és utána itt lesz még egy fénysodompós átjárunk. Most azért lassabban, meg óvatosabban megyek, meg időnként hátrafele is nézegetek, mert mondom, ez egy üzemelő vasútvonal, tehát vonat is jöhet bármikor, de ezen a, úgy tudom, hogy az engedélyezett sebesség az 30 a tehervonatoknak, az a maximum. Tehát végül is nem arról van szó, hogy itt nagyon gyorsan szálkultoznak a tehervonatok, aztán így hirtelen egyszer csak oda nézel, az már ott van a semmiből. Nem, ott azért elég lassan jönnek, meg azért a dízelmozdonyok azért hangosak, tehát. De mondom, azért ilyenkor fokozottabban kell figyelni, mint egy teljesen bezárt, és már fizikailag és járatatlan vonal bejárásánál. Na mindegy, végülis most van időnk, úgyhogy akkor még mondok erről is néhány szót, mondjuk. Eleve azt, hogy főleg kiskorú nézőknek mondom ezzel nekik nagyon, hogy ahogy Jövegás professzor is mondta mindig, hogy ezt is sose próbáljátok ki, tehát vagy tényleg nagyon óvatosan, tehát zenehallgatás nincsen, tehát most legyenek, hogy Bluetooth-füles mindent elpakoltam, mert összes érzékszerre szükség van, és nem ész nélkül videózni, hanem figyelni a környezetre. Aha, látjátok, fácán. Ja, és akkor azt, igen, tehát jól elmentem mellette, de már lusta vagyok visszamenni, hogy rendesen azért lefilmezzem nektek, de a nyilas tábla. Ez pont azt jelenti, hogy őrizetlen váltók. Tehát az apostagállomás váltók miatt tették ezt ide ki. Jelzés a mozdonyvezetőnek, hogy őrizetlen váltó van a pályán, és ezért lassabban kell mennie. Aztán 15-re kell lelassítani a váltók előtt, hogyha nem jól áll, mert mondjuk elfelejtették visszaállítani, vagy valaki illetékelen arra járt, és esetleg nem volt lezárva, és rossz irányba áll, vagy nem teljesen helyesen, akkor meg tudjon állni előtte. És látjátok, közeledünk az autópálya elé. Úgyhogy nyilván, amikor az M6-os autópálya épült, akkor még azt hiszem, akkor még üzemeltem volna, még személyforgalom is volt rajta. Tehát, hogy most is üzemel, mert teherforgalom van, tehát ilyen felüljárót építettek felé. Ja, egyébként azt látjátok, az ott például a közúton az egy védakapu. Ezek ilyen automata sebességmérő. De ott mondjuk nem mindegyik működik, nagyon sokat felszereltek az országba, és nincs annyi kamera, hogy mind bejusson. Legalábbis ugye ezt hallottam, úgyhogy cserélgetik, tehát sose tudod, hogy melyikben van éppen kamera. De ezekkel ilyen nagy baj nincsen, mert hogy akármilyen útvonaltervezőt használsz, mondjuk én a vazét szoktam, de az a legjobb, de igazából bármire. Ezt le lehet tölteni ezeknek a koordinátáit, és akkor azt előre jelzi. Akkor végül a 175-ös szelvényben lesz még egy fénysorompó. Egyébként a 182-esnél vagyunk most, tehát haladunk. Kb. 20 perc vagyok úton, és már jöttem egy kilométert, szóval most egész jó tempóba tudok menni.
Csak egy kis részét nézünk itt a felüljáró alatt. Kis visszapillantás, csak közben még föltámadt a szél. És ezek a fénycsónakok is üzemelnek, és mintha itt is ki lehet volna. Aha, még az optikákat is kicserélték le, de itt is lehet ezek. Teljesen új. Ez a pálya járható és üzemelő, és használják is. Ezért valószínűleg nem lesz komoly pálya, hiba se, sínhiány se. Semmi ilyesmit nem fog találni. De valószínűleg az állomásokon nincsen szolgálat sehol. De ha valahol mégis van, akkor megkérdezem, hogy esetleg fog-e jönni valamit. Igen, ezt nem mondtam még az előse, viszont ez is hasznos tud lenni egyébként, és nagyon ajánlatos, hogy ilyen vonalbejárásra mentek esetleg, és még olyan állomástól indultok, ahol van szolgálat, akkor érdemes bekopogni, elmondani, hogy mit szeretnél, vagy hogy miért vagy ott, mert kaphatsz hasznos információkat. Például most ugye tápiószecsőnél is, ugye hát akkor a forgalmistától tudtam meg, hogy most biztos nem fogom volat menni azon az iparvágányon. Meg azt is, hogy mikor volt utoljára, meg egyéb információkat elmondott. Tehát nyilván ezeket a kamerán kívül mondta, ez egyértelmű, de én legalább nektek el tudtam mondani, hogy tudod, hogy mire készül. Jól láttam, ez egy előjelző. Viszont azt is látjátok, hogy jó érvénytelenítve van. Tehát nyilván azt jelenti, hogy a következő állomáson sincs szolgálat, viszont a vonóvezetéke megvan. Úgyhogy elvileg üzemképesen megvan tartva ez a jelző is, csak szerintem nincs rá szükség azért. És érvénytelenítették meg, hát ugye nyilván, hogyha az állomáson megszűnt a szolgálat, akkor az nincs, aki kezelje. Tehát itt szerintem a tehetmagatok is úgy járnak Soltig, hogy egy állomás távolságban, tehát megkapja, ezért ezen a Kunszer Miklós tastól elmenezték, és akkor Soltig eljön úgy, hogy semmi, és emberrel nem találkozik. Aztán engedélyt kér valószínűleg a telefonon a visszaindulásra. Nézzétek meg, és akkor itt még megvannak a távírópóznák is. Még a szigetelők is, csak a vezetéket szedték le. Akkor lássátok fele, itt van egy elő, vagy hát ez már a főjelző. Rendes, annak jelző megálljállásban. Úgyhogy hamarosan beérkezünk az állomásra. És ott már ott a térvilágító, ott vannak a váltók. Viszont nem láttam ki nyilas táblát, tehát lehet, hogy itt van szolgálat. Meglepő lenne, hogyha lenne az állomásos szolgálat. Ez volt egy váltó. Ez már lehet, ez az állomáshoz tartozik. Mindjárt közelebb megyünk és megnézzük. Itt van a váltó, szintén helyszíni állítású, de ez oda terelve, itt van egy iparvágány. És hát látjátok, itt eltűnik a gazba ez a vágány, úgyhogy biztosan nem használják. De még azt sem tudom, hogy ez mi lehet itt, lehet, ez igen, az valami árulaktár lehetett itt, de hogy kinek a telephelye, az innen nem derült ki. És azt nézzétek, itt a vágány azért folytatódik tovább, és akkor itt van egy másik telephely, aminek van szintén külön vágányzáró sorompója, ez az MW Logisztik. De nem úgy tűnik, mint hogyha ezt a váltót is, hogy ezt itt használnák bármire ezt a vágányt. Meg is itt közelebb megyek, akkor megnézem, hogy mit lehet még ott látni telepjától, és akkor lehetem meg ezt távíró pózna vezetékek nélkül az illetve. És akkor ott az év után már szerintem az állomás jön. Akkor lássátok feleim, itt van még mindig a telephely, itt már ilyen nagy tartályok is vannak, akkor itt valami komolyabb üzem van. De hogy vasúton nem szállít semmit, az is biztos. És akkor azért itt van maga az állomás. Úgy látom, hogy kétvágányos. Itt van egy váltó. Egy NS-betele, és itt egy olyan hely, ami úgy tűnik, hogy lakatlan meg. És akkor Dunavecse, igen. Ott egy rozsdásodó tábla, az még jelzi, hogy hova jöttünk. Benézi mindjárt a váltókezelő helyre is. És egyébként itt van maga az állomás, mint látjátok. Két vágány. És a másik oldalt nincs. Úgy látom, hogy semmi egyéb. Ez egy ilyen hagyományos, egyszerű ölhely volt. Mindjárt próbálunk ide belesni. Látunk el valami érdekeset. Igen, itt volt a WC valószínűleg.
Egyik a WC volt, a másik meg valami naptár. Aha, és itt van maga a váltóállító. Ez emeltjű ezen. Ilyen, nézzétek csak, hogy vízbel bejár a csolt felől. Közúti sodompó, tehát itt volt egy sodompó is. Igen. Egy teljes sodompó, annak ott volt a kulcsa, és azt először le kellett zárni ahhoz, hogy engedélyt lehessen adni. Nézzétek, ez mi? Ja, persze, igen, itt váltókezelő volt szolgálatban. Igen. Hogy mit kell csinálni a váltókezelőnek. Na ezt majd lefotózom, aztán kirakom, és akkor mindenki olvasgathatja. A jelző figyelése a forgalom biztonság alapja, és egy szili. És egyébként ezzel lehetett így állítgatni a váltót, hogy ezt így, ugye vonóvezeték az ide csatlakozik, hogy ezt így meg kell, és akkor sokkal ezt így fölfele. De most nem piszkálom, és akkor ezzel lehetett engedélyt kérni, ha jól tudom. De majd nyilván ezt majd meg fogjátok mondani. És egyébként a kulcsazonosító berendezés, tehát ez a váltózár helyszínállítása és kulcsazonosítás. Erről még oktatófilm is van, a YouTube-on megfogom a keresést, és verik a videóba. Tehát itt vannak a különböző kulcsok, és nyilván ennek egyen azonosítója van, hogy csak akkor engedi jelzőt állítani, hogyha minden kulcs a helyén van. Az nem tudom, mi azok micsoda, inkább nem piszkáljuk. De maga a berendezés, ez még itt van. És ez is még oda tartozott. Na majd szerintem Rikári vagy valaki, aki már volt váltó, vagy hát volt más utas, meg váltókezelő, és elmondja, hogy mit látunk itt. Meg esetleg gondolok olyan nézőimre is, akik mondjuk gyermekos utasok voltam, mert szerintem a gyermekos úton is van ilyen. És akkor ezt nézzétek. Közben beértünk az állomásra. És itt van még egy kiágazó vágány, ez vezet a lakodóhoz. Hát nem tudom, hogy ezt használják-e még, mert nekem nem úgy tűnik, viszont a lakodón meg van sóder. De szerintem azt közúton viszik. Itt csak tárolják. És ott van előttünk az állomás épület. Elég érem, hogy állapotban van, tehát még azt se hiszem, hogy így nagyon használnák. És akkor mondok egy másik hasznos tippet, amit eddig elfelejtettem, de és egyébként már pláne úgy, hogy egyébként én is használtam, hogy a vonatdroidon lehet, hogy a térkép nézetben a vonatokat látni. Tehát azt rá szoktam arra is pillantani, hogy mászkál-e valami a vonalon, de eddig semmi. Hát akkor hallottam. Viszont Szalaszentmártonnál lesz egy hosszú iparvágány a Duna fele. Tehát kicsit meghosszabbulik majd a vonalbejárás, mert szerintem elmegyek arra is, mert most vagyok itt, tehát hoppá, nézzétek. Értek ez. Jó öreg kártyadóros doboz. Hát majd, de megmondom, hogy szerintem én még soha nem is láttam olyan kártyadóros dobozt, amiben tényleg fagyi volt. És nem töltött káposzta vagy pörkölt. De egyébként ilyen kajatámolás, hogy a kérdések ezek a kártyadóros dobozok. Nem is értem, miért nem állítják őket üresen, vagy alapból csirke pörkölt el. Na jó, itt vagyunk a lakodón közben. És ott előttünk az álmas épület. Hát így ránézésre azért éppen még az összedőlés határában nem hiszem, hogy lenne benne szolgálat. Bár ki tudja, én tudok olyan állomás épületről, ahol volt szolgálat és közben beázott a plafon, és ilyen nylonnal meg mindennel volt ott letakarva a beázás. És egyébként megcsinálták meg, aztán megcsinálták akkor, mikor néhány hónappal azelőtt, hogy lebontották volna. És hát pontosan rájön, hogy is volt, hogy talán, hogy 2011 környékén, idején december vége fele kapott a várótelem egy meszelést, meg megcsinálták ezt a beázást a forgalmiba, és utána már nyáron ott megszűnt a szolgálat, és utána őszre is bontották az egészet. De egyébként az Albert falvai volt. Hát ez akkor is értelem, akkor lakodó, megyünk tovább. Az állomáshoz, na majd ott jelentkezek. Na, megérkeztünk. Itt van egyetlen egy peron. Ugye az első, meg a második vágánynak, de hát valószínűleg a vonatok inkább, legalábbis a személyszállítók, azok a másodikat használták. Esetleg nagy ritkán talán a másodikat, bár itt szerintem keresztezés sem volt. Most
vasúti dolgozó jelenléte nélkül tolatás végezni tilos, hirdeti a táblát, gyarakodó. És egyébként ez a melléképület lehetett a vécé talán, vagy raktár. Aha, szerintem akkor igen, ez a raktár. Itt zárva. Aha, és itt a vécé. Hát a... és van hagyományos, nem EU kompatibilis budi. Itt van. Hát ilyen nem sok állomáson maradt. Itt van maga az állomás is. Hát nem tudom, hogy lakják-e vagy nem. De hogy szolgálat nincs, az biztos be van rácsozva az egész. És itt van maga a felvételi épület. Nézzétek meg, Dunavecse. Még a régi neon betűs kiírás is. Hát kicsit hiányosan már, de még a betűk megvannak. Van itt egy emléktelőséget, ez volt a váróterem. Kunszemlék, igen, 100. évfordulójára állították 2002-ben. És valószínűleg ezért a szolgálati lakás, vagy a forgalmi iroda. Aha, akkor a forgalmi iroda, de le van zárva. Új, itt már meg van támasztva. Itt van egy szekrény is, nem tudom, hogy mi. És akkor érzünk talán erre. Hát igen, meg kellett támasztani. Ez még nem, plusz még ott van egy melléképület is. Na, ugye egy szétnézünk. Hát itt, na, akkor itt vagyunk az utcafrontnál. És az emeletem szinte biztos, hogy szolgálati lakás volt. De nem úgy tűnik, mintha most lakna benne valaki. Hogyha az épület oldalán lenne a villanyóra, akkor azt esetleg azt meg tudnám nézni, hogy van-e bekötés és hogy forog-e, mert abból esetleg ki lehet, hogy meg lehet, hogy alszik valaki a kamionba, úgyhogy maradjunk csöndbe. És itt van. Hát itt se. Ja, itt a másik részét nem néztük meg ennek se. Ez is WC. Aha, ez egy húgyozda volt. És itt van még egy jó. És akkor mehetünk szépen tovább. A következő állomás az azt hiszem, hogy Szalkszentmártól lesz. De itt van még egy kis... Meg lehet, hogy a túloldalt is van egy őrhely váltókezelő. De szolgálat nincs. Ennyi, és akkor itt elfogynak a vágányok ismét. Aha, és én szerintem ide látom a másik őrhelyet. És itt szerintem volt annó, hogy teljes sodompója, a vízbertbe ott be volt kötve. Vagy lehet, hogy az úloldalt volt. De valami átjárót ilyen tekerős teljes sodompóval biztosították. És itt van az őrhely. Hát itt viszont a kerítéssel nem tudok átmászni. De majd arról megnézem, hát ha mégis valahogy be tudok jutni, de valószínűleg ez se lakott már így elnézve. És szerintem itt lehetett egy sorompó régebben. Na és akkor itt vagyunk. Hát bemenni nem tudok. Az ajtó zárva. Itt nem tudok bemászni. De egyébként sok érdekes nincs. És itt van még egy kisebb őrhely is. Szerintem az lehetett a vécé. És akkor szemben meg egy nagyon szép székelykapu. És elment itt az előbb egy helyi járatos busz, vagy valami hasonló. Hát fotózni tudtam, videózni nem, mert csak a fényképező volt a kezembe. És akkor mindjárt menjünk vissza a sinekre. És ahogy mondtam, ott a bizonyíték, hogy itt volt sodompó. Itt volt a sodompó, ez volt az egyik tartó része. És biztos, hogy arról az ölt helyről kezelték. Másik oldalt is megvan a teljes sodompónak a tartója. Hát az pedig ott... Szerintem egyébként ez is egy ilyen már bezárt gyár, igen, ott is van az eladótábla. Téglagyár lehetett az így ránézésre. És már elég gélomos állapotban van.
Hát most azért nem, mert minden el, hogy a épületet nem tudok megnézni a vonal mentén, mert akkor sose érnék a végére, viszont későbbiekben ezt azért érdemes lehet felvésni, mert hogyha valakit ilyen urbex-es téma érdekel, akkor hajrá, így lehet próbálkozni. Egyébként csak óvatosan, nem tudom milyen állapotok vannak benne, de hát nyilván aki urbex meg ilyen elhagyott épületekben mászkál, az tudja, hogy mire kell vigyázni, és mire nem. Ezt most így nem fogom külön elmondani, találjátok ki magatok, vagy nézzetek utána, hogyha ilyen helyekre mentek. Ez egy hatalmas lett, szerintem ez egy ilyen nagy téglagyár lehetett. De az is biztos, hogy mellett ételik. Közben haladunk, igenis ez a videgyenes, majd ívek, és szerintem még kattárok mellettünk. De errefele nem mozgolódnak még. Úgyhogy most is simán el tudom mellette sétálni. Általában azért a méhek nem agresszívek, hogyha nem mész a túl közel a kaptárakhoz, meg hogyha nem repülsz át a... vagy nem mész bele a repülési úton alulva, akkor nem fognak támadni. Igen, mert ha jól tudom, akkor a méhek azok olyanok, hogyha egyszer szúr a furlánkjával, akkor utána nem tudja visszahúzni, az a beszakad és utána megdöglik, tehát ő azért meggondolja, hogy mikor szúrjon és mikor ne. A dadás az, amelyik agresszív, mert vissza tudja húzni és többször is tud szúrni vele. Itt van egy átevesz, na azt akkor érkezünk, és szerintem az ív után fordulunk rá szalszemától, és akkor valahol erre lesz egyébként Csabony is. Szerintem pont itt ebbe a két állomás, vagy ebbe az állomás közben van, úgyhogy majd de akkor nézzük meg ezt az átevest addig is. Igen, ez már egy kiszáradt valami. Hát az akár gyalogos aluljáró is lehetne. Kinek kell adni, és nem semmi. És haladjunk tovább. Ezek így azért fellemászás. Nem annyira. Ja, esik jól most a lábam. Ezért még a tegnap előtti majdnem 25 km még benne van. Kicsit érzem is. De így. Most is ima ez a nem előltetett tempójú séta, ez még bírja. Meg egyébként kellemes idő van, pont ilyen vonalbejáráshoz való. 16 fok, se túl hideg nincs, se túl meleg nincs. Most megint jó időt fogtam ki. Akkor ezt nézzétek, itt van az Dunavecse előjelzője a másik oldalról, és egy hosszú egyenes szakasz volt itt is. Ami még tovább tartott a felüljáróig. Ami hát nem tudom, hogy egy elkerülő út, vagy már az M6-os, megint. Hát majd kiderül, hogyha odaérünk. És egyébként valahol közelítünk Csabonyhoz, az egy ilyen másfél kilométerre lehet még innen. Lássátok, felején átjöttünk megint egy út felett, az 51-es, ha jól látom. Aha, Baja fele lehet menni, meg Herceg-Szántó fele. És akkor ott Budapest, ugye? És megyünk tovább, és körülbelül egy olyan másfél kilométerre jön Csabony. Ott majd leállok videózni, és kicsit hosszabban ott a régi vaktáza. Bárik a régi vasúti épületek úgy, hogy semmi nem tudom. Tehát a forgatás helyszínét fogálokból se, de tönnyéket megnézzük, és azt nézzétek, hogy milyen hosszú egyenes szakasz van. Ez volt eddig a leghosszabb egyenes szakasz, amiért tehát. És elvileg a Csabonyi megállomány az pont az ívbe lesz. De haladunk, mindjárt ott vagyunk. Egyébként meg közeledünk szorgszem, hát és ott szaladt át a Bambi. Szóval a Szemmátonnál meg, ahogy láttam, lesz, a Duna fele megy egy iparvágány, azt is bejárom. Aztán utána már, és ráadásul Kunszert Miklóstasnál is delta vágány is van, tehát mindkét irányban van csatlakozása a vonalnak a 150-es kelebiaihoz. De nyilván csak az egyiket fogom bejárni, hát a másik is ugyanoda megy. Ott szalad a Bambi. Na, lássátok feleim, ezt nézzétek, itt vagyunk Csabonyba. Indul a bakterház, itt forgatták. Valahol ott lehetett a bakter, meg itt esett a bakter fejére a cserép. Közben átobatott, hogy itt volt a sodompó. Mi sem már felkend azt a sodompót? Itt volt. Ez, 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 hát
semmi nem maradt az egykori vasúti épületekből, azt látjátok. Hát ott előttünk van egy tanya, az lakott-e vagy nem lakott, azt nem tudom. Azt szerintem a villany sincs bevezetve, meg villanyvezetéket se látok itt sehol. Nem megyek közelebb, meg ötbe van kerítve, aztán jobb a békesség, de nézzétek meg, hogy itt igen, ez volt ez a földút. Hát gyakorlatilag itt szerintem a forgatás óta sok minden azon kívül, hogy az épületek eltűntek, nem változott. Ugyanúgy. Ez egy földúzás átjáró volt. És itt volt egy teljes solompó. És ennyi. És hát itt a... És valahol arrafele az épülhőzőjét, Bendek úr itt kergette a nyanyát bottal. Úgyhogy itt aztán tényleg nem hatul semmi. De hatalmas egyébként, de az a csabonyi megállóhely. Hát a peron meg ott volt. Itt lehetett a peron. Hát ez mondjuk értető, hogy megszűnt még a vonal életében, úgymond, mert hát azt látjátok, hogy itt nagyon környéken semmi nincsen. Itt, ott van egy tanya, meg a háttérben látok még kettőt, de az már közelebb van a közúthoz, tehát szerintem. És a háttérben meg valami erőmű füstölök szerintem. De az már a Duna túloldala. És egyébként az a templomtalan szerintem az meg már Szalszentmártonhoz tartozik. Úgyhogy... Ide mondom, hát itt van a csabonyi megállóhely. És akkor menjünk tovább. Innen még egy körülbelül egy olyan másfél kilométer Szalszentmártont. Na, sziasztok, ismét itt vagyunk. Jöttünk egy útátjárónyit. Hát ez is ugyanolyan földutas átjáró. Nem hiszem, hogy olyan hú, de nagy forgalma lenne. A maximum, mikor szezon van az igazságban. A háttérben meg van egy 400 kV-os villanyvezeték, ha jól látom. Igen, hát villanyvezetéknek villanyvezeték. De és szerintem 400 kiló volt. És egyébként most már a 119-es szervély, mint látjátok előttünk, tehát a kevesebb, mint 12 kilométerre van a vonal vége. Meg egyébként most itt ez a hosszú egyenes szakaszon, amikor errefelé jöttem, akkor telefonnal csináltam egy éli adást is. Hogy ne unatkozzak annyira, legalább úgy beszélgetés, a többi. Úgyhogy még nézzünk vissza. Egyébként ez a puszta közepe, ez így jó kilátásnak, tökéletes, meg így a tájba is lehet gyönyörködni. Megérkeztünk egy következő átjáróhoz. És egy kicsit közelebb a villanyvezetékhez. 112-es, úgyhogy haladunk, és akkor ott lesz egy ív. És az már Szalszentmártonon előttünk, ez biztos. Úgyhogy haladunk. Egyébként Aposta gárdomás a 192-es szelvénynél volt, úgyhogy 8 kilométert már kapásból jöttem, és itt van nézzetek meg a 111, vagyis hát most lehet mondani, hogy mindegy. Gyerünk tovább, tehát csak egy picivel több, mint 11 kilométer van, és ott már látom, hogy így elfordul így jobbra a pálya így ívbe, tehát valószínűleg a város fele. És egyébként valahol majd ki fog ágazni egy vágány, amelyik a Dunapartra megy. Arról viszont most egy kis röpke utána nézés a neten, hogy az azért épült is, vagy lehet, hogy másra is használják, mert volt egy katonai hadgyakorlat, amikor katonai konvoj egy ponton hídon kelt át a Dunán. És emiatt fektették oda le azt a vágányt, hogy elment vele a Dunapartig a konvoj, és akkor ott építettek egy ponton hidat, és átvittek egy csomó katonai felszerelést. Egyébként ugyanilyen hadgyakorlat volt, azt mondta, a Transit 85, a Tiszánál is, lakiteleknél. A Tiszahúgi híd környékén még a töltés meg is van, ahol megépítették ezt a vágányt. Egészen még a Tiszahúgi híd előtt, mint mindkét irányban volt egy kiágazás a nyílt vonalból, és elment egészen a töltésnek a tetejéig a vágány, és akkor ott is ponton híd épült, és azon... De még emlékszem, és láttam oda a képeket, hogy két csörgő húzta át ott az átszállítani valót. És mindjárt odérünk a villanyvezetékhez, és majd, hogyha találok róla infót, hogy honnan, hova megy, és hány kiló volt, és akkor azt majd megmondom nektek. A villanyvezeték alatt, megint. Mondjuk ezen kevesebb drót van, mint amit tegnap előtt látunk, és ez 400 kilovoltos volt, de akkor még volt is a vasúti pálya előtti figyelmeztető tábla, hogy nagy feszültségekre szokott, hogy
Ráírják, hogy hány kiló volt a vezeték, és hogy milyen magasan van. Hogy nehogy valami túlméretű szállítmány, az ugye lesz egy, hogy túl közel kerüljön hozzá. Ezt nézzük, de magán a villanypóznál itt most nem látok feliratot, hogy nem csak a távolabbi póznákon van, de most addig nem megyek el megnézni. Majd inkább utólag ránézek a neten, vagy nem tudom, hogy ez pontosan honnan, hova megy, és milyen feszültségű. Meg egyébként annyira azért nem is lényeges információ nekünk most. Úgyhogy mindjárt ott jön az ív, és irány Szalszentmáton, az lesz a következő. És közben megérkeztünk az előjelzőhöz, Szalszentmátonnak az előjelzőjéhez. Mint látjátok, nem működik, érvénytelenítve is van. És egyébként a 97-es szelvény, tehát nagyjából 9 km-re van Szalszentmáton, és az így. És akkor azt nézzétek, ott is van egy vasút pipája egyébként, így messze így elmegy arra. Szerintem ez lesz az a bizonyos vágány a hadgyakorlathoz, ami a Dunapartig megy. Hát nem tudom, hogy bejárjam-e most, mert azért kezdek fáradni, és még azért 9 km előttem van, de majd mindjárt megnézzük, hogy elvileg ott a becsatlakozása a vonalban még megvan. Tehát onnan még vetek rá egy pillantást. Ott a háttérben közút is megy, és szerintem azon átmegy, és akkor úgy megy le a Dunapartra. Hát megnézzük. Mindenesetre ott majd látok, megint lesz egy ív jobbra. Úgyhogy szerintem ott megy majd valahol a vasútvonal, és ott lesz valahol az állomás. Na ezt nézzétek, közben kijöttünk az ívből ismét, és ott már látom a főjelzőt is. És itt van mellettünk ez a régi vágány a Dunapart fele. De hát és még mindig nem csatlakozott be a vonalba. De láthatóan ezt már nem használják, de hát úgy döntöttem végig, hogy ezt most nem járom be. Mert ki tudja, hogy milyen hosszú, és még vissza is kell jönni, ez majd lesz egy külön projekt. Akkor majd úgy fogok jönni, hogy Szalszentmátonba, és akkor a közút felől. És akkor majd onnan járom be. A Dunapartig, mert eddig úgy ki a közútig, még semmi érdekes nincs benne, az innen is látszik. Aztán utána merre megy tovább, azt nem tudom, de majd azt kell megnézni. És már kezdek már fáradni, aztán tettem, hogy akkor inkább Kunszentmiklóst így gyaloglom le. Oda már csak 9,3 km. És innen már gyakorlatilag nem lesz semmi. Ha jól emlékszem, még van két megállóhely, az egyik az Horta, a másikra most értelem emlékszem, és ennyi. Tehát gyakorlatilag egyenes pálya és semmi. Valószínűleg Szalszentmátonban sincs már szolgálat. De majd mindjárt kiben, jó is mindjárt odaérek. A sátok feleim közben beértünk a városba. Ez már bizony Szalszentmáton, és ott lesz még egy biztosítottan átjáró. A 88-as szerv miatt már valószínűleg az állomáson túl van. Ugyanúgy haladunk itt. Mellettünk van ez a gazdalben őt vágány, ez megy le a Dunapartra. És akkor egy ilyen még a váltókörzet még odébb lesz, ez itt a főjelző. És ráadásul ennek a vágánynak is külön van egy. Egyre jobban haladunk. Ezt nézzük, ez a vágány meg már teljesen eltűnik a gazba. Na, és itt vagyunk akkor az állomáson. Itt ágazik ki ez a Dunapartra vezető vágány. Itt van ez a biztosítatlan átjáró. 88-es szervénybe, és még ezután jön az állomás. Itt is régebben egy sorompós átjáró volt, ott van még a sorompónak a tartója. A másik oldal, és akkor... És szerintem az az őrhely lehetett, ahonnan kezelték a sorompót. Akkor most így megjön, hogy gyorsan átcsalunk. Igen, valószínűleg miután bezárták a vonalat, szedelték le ezeket a teljes sorompókat, addig volt szolgálat ezeken az állomásokon. Aztán lehet, hogy már csak a sorompó tekergette. És hát így, hogy már kisebb a forgalom, nem kellett a sorompó, megszüntették az állandó szolgálatot. A tehervonatból meg ugye kevesebb van. És így nem is kell minden nap kezelni, tehát simán szerintem több hét is eltelik, úgyhogy egyáltalán nem jön vonat. És akkor ezt nézzétek, itt vagyunk. Hát ez volt régen a sorompó kezelőhely. Meg a váltó kezelő is szerintem.
Hát, ha be tudok menni, akkor bemegyek. És akkor megérkeztünk Szalk-Szentmártonba, vagy ahogyan még szokták nevezni a közelben lévő rossz motorpálya után Salakszent motoros. Itt van maga az állomás épület. Hát az egyszerűen az emeleten volt a szolgálati lakás, de azért az egy nem szabványos épület, és azért egész szép lett egy szolgálati lakás erkéllyel meg mindennel. Erkély, ott jó kilátás a vasútra. És hát ez volt a forgalmi iroda régen, de szokás szerint, a szolgálat nincsen, be van zárva, és a viszont a régi ézébetűk még megvannak. Bár a neon rajta már nincs, meg leszerelték az áramforrását is. Akkor nézzük meg még az utcafronton, talán be tudunk itt lesni. De milyen OSB lappal be van nyomva ez is, de biztos, hogy nem használják. Igen, és itt van a régi villanyúra, és látszik, hogy nem is forog. Viszont a digitálisat meg föltették, tehát. Viszont OSB lappal ez is be van nyomva, úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen nagyon használnák ezt bármire is. Itt van még ez a melléképület, ez volt a Rötyi, igen, és ott látszik is, hogy szintén a potyantós budi. És hát akkor gyalogoljunk ide, és hát ez meg itt a lakodó. A hagyományos nyílt lakodó. Mellettünk tüzéptelep. És igen, a buszmagállónak is az volt a neve, hogy Szalk-Szentmártont tüzép. Úgyhogy akkor itt a lakodón itt tudunk sétálni. És hát akkor innen egyenesen tovább Kunszent Miklós tassig. Hát egy olyan 8,5 km még. Akkor lássátok feleim, Szalk-Szentmárton állomásnak a Kunszent Miklós előri kijárata. És itt is volt egy teljes sorompó, meg vannak a nyomai. Viszont ezt valószínűleg az állomástól kezelték, mert itt nincs őrhely. És nincs is neki de kinyoma, hogy lenne. Egyébként itt nem tudom, hogy milyen környék van, van ott arrafele. De kertesztes távol van adunk tőle. Arrafele nem túl bizalomgerjesztő. Ezért épületek vannak, mondhatni. Úgyhogy akkor most inkább gyalogoljunk erre. Itt van a 80-as, tehát most tehát pontosan 8 km-re van Kunszent Miklós, és ott az érvénytelenített főjelző is. Meg a váltó egyik, amit szintén nem nagyon használnak már. Viszont érdekes volt, hogy egyik állomáson sem volt kidakva a nyilas tábla. És hát egyszerűen le vannak zárva. Tehát valami lapostagra mindkét oldalt kirakták a nyilas táblát az őrizetlen váltók miatt, de Szalk-Szentmártonnál meg nem, meg Dunarécsén sem volt kirakva. És hát nem hiszem, hogy olyan hatalmas nagy teherforgalom lenne, hogy kezelni kell a váltókat, bár elvileg, hogyha a vonatok személyzetének kiadják. De szerintem egyszerűen csak egy vonat szokott a pályán lenni, mert azért akkor a teherforgalom úgy tudom, hogy nincsen, hogy gondot okozzon. És most megint egy szakasz következik. Eléggé messzire el lehet látni. Vessünk egy utolsó pillantást Szalk-Szentmártonra. Ott az érvénytelenített jelző. És akkor errefele meg ismét a nyílt vonal. Haladunk szépen előre. 78-es szelvénykő, tehát 7,8 km-re van Kunszent Miklós tassott. Ott már látszik egy biztosítottan átjáró, most már nagyjából csak ilyenekkel fogunk találkozni. És akkor ezt nézzétek, itt van Szalk-Szentmártonnak az előjelzője, szintén érvénytelenítve. Kilátás az mindig nem volt, és akkor ennyi. Volt egy kisebb törés a pályában, de utána megy tovább egyenesen. És egyébként kb. Egy kilométert jöttünk csak Szalk-Szentmártontól. Úgyhogy azért még van bőven. De hát, haladok előre, közben egyre jobb idő van, már a kabátot is levettem. Van legalább 20 fok. De hát haladunk tovább. Megérkeztünk, hogy egy áteveszhez, ami körülbelül itt a nyílegyenes pályán ez az egyetlen érdeklődése számot tartató valami. Ja, meg itt dolgoznak már a méheskék, hát már tavasz van. Úgyhogy, és ott a távolban már látszik egy ív, de ennyi, tehát hosszú egyenes szakasz addig tart. Hát aztán meglátjuk, mert szerintem ott már Kunszent Miklós fele fordul. Ez egy egyszerű átelesz. Semmi különös nincs benne. Tehát mindjárt jön a 62-es szelvény, tehát gyakorlatilag egy olyan kicsivel több mint 6 kilométeren van még hátra. Úgyhogy haladjunk csak tovább.
Lássátok, felein vége az egyenes szakasznak, mint 52-es szelvény, ott jön a következő ív, haladunk, és hát Szalszertmártón óta meg nem volt semmi. De úgy emlékszem, de most azért nem fogom a telefont elővenni, hogy megnézzem, mert igazából mindegy is, hogy van még megállóhely, Kunszerdvikós tasik is, de eddig még nem találkoztam semmivel. Az is igaz mondjuk, hogy itt eléggé a lépusztában, mert megy a vasút, úgyhogy nem is nagyon kéne ide megállóhely. Igazából település nincs a környéken. Mindjárt látjuk, hát előbb-utóbb most már ráfordult, én szerintem Kunszerdvikós-tas köhögből, aztán mindjárt odaérek. Ismét megérkeztünk egy hosszantartó egyenes szakaszig, ameddig a szem ellát, addig egyenes a pálya, úgyhogy haladás van. És megint nincs egy lélek se a környéken, meg úgy igazából semmi. Sőtöm kívül. Úgyhogy haladunk előre. Na, lássátok feleim, itt volt még egy egyszerű földutas átjáró. És egyébként itt a táj. Kicsit lejöttem így mellé, a földútra, itt a sín mellé. Csinálok innen is egy pár felvételt. De gyakorlatilag itt ez a földút egy darabig párhuzamosan megy a vasúttal, úgyhogy itt mégiscsak könnyebb gyalogolni, mint a sineken. Meg itt mindig ez a hosszú egyenes szakasz, ami így már unalmas, hogy nem történik itt semmi. Mert hát most már a tájban, hát valameddig lehet a tájban gyönyörködni, de egy idő után meg már ezt a nagy pozitív pusztaságot meg lehet jutni. Ja, és akkor nézzétek ott a 36-es szelvény, és akkor az már Kunszerd Miklós szerintem ott a háttérben. Úgyhogy hamarosan most már oda fogunk érni. Így még 3,7 km az állomás. Ezt nézzétek, van itt egy nagyobb bacskató. És egyébként még mindig hosszan, tehát ez mindig az ugyanaz az egyenes szakasz, csak itt van egy átedesz. Sőt, két átedesz is van a tónál, de itt nézzük, csak ezt közelebb. És ott úszik egy hattyú. Itt a tó. Nem semmi. Na. Végre valami, ezért már érdemes volt ide kijönni. És nézzétek meg, itt van az egyik híd, a másik meg ugyanilyen, mint ez. Azért most nem megyek külön vissza. És akkor már lassan a célegyenesbe érünk, ugyanis ez már Kunszerd Miklós tasállomásnak az előjelzője. Úgyhogy nem sokára itt lesz a főjelző, és aztán meg már maga az állomás. Egyébként a 24-es szelvénykövet már elhagytam, tehát tényleg ilyen bő 2 kilométer van már csak, úgyhogy előbb-utóbb oda fogok ám érni. És még egy földutas átjáró volt itt, és egyébként pont erre fúj a szél, úgyhogy megfordulunk. És ott már van még egy jelző. Az már szerintem a főjelző lesz. És ráadásul itt ugye elágazik a vonal, mert mindkét hőzé, tehát delta vágány van. Igazából mindkét irányba be lehet vérzé menet irányváltás nélkül jönni erre a vonalra. Hát és akkor most az a nagy kérdés, hogy melyik a jobb nekem. Forduljak le itt jobbra, vagy menjek tovább egyenesen ezen a vágányon. Szerintem ezen a vágányon kéne menni, mert az ott már egy balos ívvel szerintem ráfordul az állomásra. Tehát szerintem az lesz a jó választás. Az van közelebb a peronokhoz. Hát ha nem, akkor meg egy kicsit többet fogok sétálni. Akkor rosszul döntöttem, de hát mindig valamerre menni kell. Csak akkor lássátok, halljátok, itt van az elő. Ez egyik jelző, és ez már aztán a főjelző, hívójelzés is van rajta, és ez működik is. Az rendületelő mutatja a vöröset. És akkor menjünk, és akkor majd mindjárt ott kicsivel odébb bekapcsolom újra a kamerát, ott lesz a kiárkozás. Akkor lássátok feleim, és ez még mindig a hosszú egyenes szakasz, de hát az még tartott tovább, és viszont itt van mellette egy védővágány, ez egy védőcsonka. És itt ez a váltó, ez nem tudom, mint a hiányozna az állítóműve. És az a delta, az látszólag azt nem használják, nem túl gyakran. Csak ezt a másikat. És ugye látszik, ott van egy 8-as szelvénykő, tehát ez a kiágazó ágvágánya rövidebb. És ott a háttérben már látszik a villamosított fővonal is. Az ugye még mindig a Budapest-Kelebia. És itt általános és Kunszerd Miklós tassi gyárnak a kirohanó személyek, úgyhogy
Itt még nagyobb szerencsénk is lesz valószínűleg. Eddig van több vonat, hát most itt szerintem még így hétvégén is legalább óránként egy van. Most majd mindjárt megnézem, hogy mikor indul a következő. Hát hogyha nagyon nem lesz szerencsém, akkor pont akkor fog egy elmenni, mikor odaérek. Vagy most pont úgy fog indulni, hogy már nem lehet rá jegyet venni, vagy nem éri meg, nem fogok odaérni. Tehát itt látjátok, hogy a másik vágányt azt nagyon nem használják már egy régóta. Tehát a tehervonatok ezen járnak. Az nagyon jól látszik. Csak egy kicsit nehezebb rajta sétálni, most már nagyon feltöltötték itt az ágyazattal. Sok a kavics. Inkább átmegyek a másikra, ameddig nem kanyarodik el teljesen. Ez pont, ez kell így az utolsó egy kilométerre. De már mindjárt oda is érek, szóval ez már itt tényleg, ez már a cél egyenes. Így, nézzétek, ott megy a másik, az is ugyanúgy a 150-es vonalba csatlakozik, csak a másik oldalról, viszont ez lesz a jó, mert ez közelebb van a állomás épülethez, meg a peronhoz. Úgyhogy hamarosan benn vagyunk. Innen már tényleg nincs sok. Nézzétek, a 12-es szelvénynél vagyunk. És ide, és lassan elérjük a villamosított szakaszt is. És akkor ezt nézzétek. Itt még van egy átvesz. Ott fut mellettünk a delta. És akkor haladunk oda. Ott meg szerintem ott látjátok, ott egy elég nagy balos ívvel megy tovább, és itt van az egyik bejárati jelző, és hamarosan ott vagyunk. Igen. A lábam már nagyon nem bírja, lesz az utolsó egy kilométert, már muszáj valahogy kibírnia. Sok volt ez a két nagyobb vonalbejárás egy héten, vagy csak mostanában nem gyalogoltam ennyit, aztán még nem szoktam meg. Amúgy most egész jó idő van. Pont elment egy tehervonat is, és nézzétek, közben kilőtt a fejünk felé a pókháló. Itt már mindjárt becsatlakozik a villamosított vonalba, és eddig ki van hűtést. Itt világon van egy útátjáró, gyalogos labirint korláttal. Na hát itt egy érdekes átjáró volt, a labirint korlátot abszolút benőtte a gaz, mellett a kitaposott ösvényen jár mindenki. Hát ennél a vonalnál igen, mert itt azért itt kisebb a forgalom. Itt nem használják a labirintkodat, viszont itt a másik, ahol viszont nagyon is ajánlatos, mert ez meg már a forgalmas 150-es vonal. Ó, és ott van az állomás a háttérben. Akkor közben akkor szerintem akár is köszönhetünk. Ja, igen, a kurva meleg volt, úgyhogy még a mellényt is levettem. Önnelból mondtam, hogy erre a kis szakasztam már minek legyen föl. Nem biztos, hogy ez a legjobb, meg inkább ti ne csináljátok, de most én itt inkább így. És körülbelül is, mert mondom, még 800 méter van ebből a vonalból, de ott már mindjárt becsatlakozik a fővonalba, már úgyis itt a fővonal mellett vagyunk, és ott áll benne egy fölött. Kérdés, hogy az mikor indul vissza, de egy kék fölöttöt látok bent, az lesz majd a következő kirohanós. Aztán vagy kökire megy, vagy a keletibe. Nem tudom, ennél már csak akkor lenne nagyon szerencsém, hogyha Samu lenne. Mert az is erre szokott járni, bár az lehet, hogy csak hétköznap. Na mindegy, hát akkor szerintem lassan beérünk az állomásra, úgyhogy itt el is tudok köszönni. Hát megint egy hosszú vonal bejárós videó volt. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki végignézte. És hát ha tetszett, akkor tudjátok, lájkoljátok. Az így nem napon szemben van, akkor inkább így. És hát, és írjatok kommentet, az a legjobb, hogyha... Ha tetszett, ha nem tetszett, írjatok kommentet. Írjátok meg, hogy miért tetszett, vagy miért nem tetszett.
Úgyhogy, kicsit már fáradt vagyok, úgyhogy megint össze-vissza beszélek, úgyhogy abba is hagyom. Úgyhogy, tsüssz, sziasztok! Szétek, Kunszert Miklós lassállomás, így. És még megvan a faári raktár is. Bent áll egy tehervonat, meg egy húlyos inga. Nézzétek meg! Úgy még egy inga is benn van az éjjel, úgyhogy ha szerencsém lesz, akkor ez fog menni vissza. Még szép is, mert lehet, hogy annyit van esti. Itt a felvételi épület. Nem mit csinál a fényképet. Megint itt van egy P+L parkoló, elég sok felmét. Itt vagyunk már Kunszent Miklóson. Itt a vasútállomás előtti tér, van egy posta. Sajnos bolt az úgy látom nincsen, legalábbis a közelben, mert messzebb meg most nem megyek, nem bírnék menni. Úgyhogy nézzétek meg ezt, itt van a felvételi épület utcafronti szinten.